Köszöntöm a szubjektív nézőit. Mai műsorunk vendége Bordás Győző, az Újvidéki Fórum könyvkiadóház, valamint a Magyar Szóház nyugalmazott igazgatója. Üdvözlöm a műsorban. Köszönöm a meghívást. Mai témánk az ön pályája, tevékenysége, munkássága. Tulajdonképpen ön, mint kezdő újságíró került ide ebbe az épületbe, ahol az egész pályafutását, pályáját eltöltötte. Valószínűleg feltételezem, hogy örömmel tette. Hát valóban így van. Nagyon szerencsés helyzetben voltam 1971-ben. Épp azon a napon, június 1-én, amikor leabszolváltam az egyetemen, akkor zárult egy pályázat a Magyar Szóban. Fiatal gyakornokokat vettek föl, és természetesen én is benne voltam abban a 12-es csapatban, akik akkor indultunk, illetve akik, hát ugye már előtte tudósítók voltunk, ugye a lapnál, de akkor hivatalosan is fölvettek gyakornoknak, és valahogy itt ragadtam 41 éven át. Most nagyon röviden így mondom, de hát valóban. 71-től 76-ig a Magyar Szó művelési rovatán dolgoztam, utána átkerültem ide a kiadóba, hídszerkesztőnek, majd 87-ben kineveztek főszerkesztő igazgatónak, és aztán 95-től 2000-ig az egész, akkor még fórumháznak hívtuk, fórumháznak voltam a vezérigazgatója. Utána ismét visszakerültem a kiadóba, és legvégül 3 évet a Magyar Szóház élén töltöttem, és 2012-ben, 41 évi szolgálati év után vonultam nyugdíjállományba, úgyhogy most már 3. éve nyugdíjas vagyok. Mondhatnánk akkor, hogy tulajdonképpen egy sorsforduló volt az életében, hogy ide került ebbe az épületbe, a könyvkiadóba és a Magyar Szóházba, viszont tudatosan is választotta ezt a pályát. Igen, hát talán még azt el kell mondanom, hogy már egyetemistaként bedolgozó munkatársa voltam az akkor induló Újvidéki Televíziónak, és néhány érdekes riportot is sikerült készítenem, többek között Németh Lászlóval beszélgettem akkor egyetemistaként, ami azért volt számomra érdekes és kihívás, mert hát Németh László Újvidékre látogatott, és valahogy senki sem mert szóba állni vele az újságírók közül, vagy legalábbis a tévés kollégák közül, és Fehér Gyula szerkesztő akkor megkért, hogy vállalnám ezt a feladatot, amit én örömmel tettem, lévén, hogy Bori Imrénél az egyetemen Németh László kurzust hallgattunk egy teljes éven át. Úgyhogy nézett is Németh László, hogy hogy vagyok én ennyire informált az ő munkásságáról, és hát mondtam, hogy hogy is, mint úgyhogy. Tehát vannak ilyen érdekességek. Aztán persze át akartak tenni a sportrovatra, ahhoz én viszont nem értettem. És akkor úgy gondoltam, hogy jobb lesz, hogyha én a Magyar Szóba jelentkezek, mert a Magyar Szónak is tudósítója voltam már gimnazista korom óta tulajdonképpen. És akkor azt mondtam, hogy megyek én, mert akkor, hogyha leírok egy mondatot, akkor tudom, hogy az, ahogy leírtam, az úgy fog megjelenni. Tévében tudjuk, hogy hogy van, kivágják, ide tesznek, oda tesznek, nem úgy jelenik meg a riport, ahogy az ember úgy elképzeli, vagy megálmodja, ami egy természetes dolog, szóval nem azt mondom, csak úgy nem voltam valahogy magammal megelégedve. Emlékszem például, hogy a Szabadkai Színházba is elküldtek többször bemutató előtt, és hiába beszélgettem én Virág Mihály rendezővel, és hát magyarázta, hogy a Petrik Pálnak a díszlete ilyen meg olyan, és meg kellett volna mutatni. Az operatőr akkor nem értette, és valahogy egészen suta dolog volt, hogy beszélünk egy valamiről, amit nem tudunk képileg megmutatni, közben a televízia a képnek ugyan műfaja elsősorban természetesen. Na, szóval ezért döntöttem úgy, hogy eljövök a Magyar Szóba, és akkor az újságírásnak szentelem az életem. Aztán már hát ugye az élet hozta, hogy kineveztek szerkesztőnek, igazgatók, főszerkesztőnek, és így tovább. Szóval hát ez már később az évek folyamán jött. Nyilván talán annak köszönhetően, hogy valami eredményt is föl tudtam mutatni időközben. Maga az újságírás, illetve a szerkesztés az egy hivatás vagy életforma? Nem, hivatásnak kell fölfogni, és sajnos ez a probléma, hogy aki nem hivatásnak fogja föl, abból nem is lesz vérbeli újságíró. Annak idején persze én nagyon szerencsés helyzetben voltam, mert amikor mondom, ide kerültem a laphoz, akkor egy nagyon erős művelési rovat gárda tagja lettem. Ezt a rovatot, a művelési rovatot Burány Nándor, majd Vukovics Géza vezette, de olyan munkatársai voltak a rovatnak, és olyanokkal dolgoztam együtt, mint Fehér Ferenc a költő, Gerold László a színikritikus, Lády István a filmkritikus, Szűcs Imre az oktatási felelős,
ugyanebben a minőségben dolgozott akkor itt Engler Lajos is, meg Fehér István is. Ács József volt a képzőzeti kritikus, én részben színházal, részben televízióval foglalkoztam. Tehát ez egy nagyon erős csoport volt, úgyhogy és mindenkinek megvolt a reszortja, mi az, amit követni kell. Ez sajnos ma már nincs meg. Ma már mindenesek az újságírók, és rengeteg információ lemaradnak. Nagyon sokszor én bírálom is a fiatal újságírókat, remélem nem bántom meg őket azzal, hogy fölhívom a figyelmet, hogy tessék követni a területet, és mindenről tudósítani. És van, amit csak hírbe kell megírni, van, amit riportban kell megírni, van, amit tárcaszerűen kell szinte irodalmilag földolgozni témát, de sajnos ezt mind kevésbé látom a mai újságokban is, így többes számban kell fogalmaznom, mert nem csak a magyar szóra vonatkozik ez, hanem az egyéb kiadványokra is. És sajnos nem eléggé kritikusan viszonyulnak a saját munkájukhoz. Esetleg mi lehetne ennek az oka, hiszen most említette, hogy annak idején, amikor ön ide került a magyar szóba, akkor tényleg egy erős gárda állt a háta mögött. Mai rohanó világban és az emberhiányban, sajnos ebben az ilyen gazdasági helyzetben esetleg lehet ennek a címére, margójára írni? Is. Hát természetesen annak idején a magyar szó egy országos napilap volt. És hát emlékszem, hogy például egy húsvéti szám majdnem 100 000 példányban jelent meg. Hát az hatalmas példányszám volt, tehát akkor a jövedelem is más volt, szóval befolyó pénzek is mások voltak, az állam is másként viszonyult, ugye a magyar szóhoz is, lévén, hogy mondom, azonos rangban voltunk a politikával, Borbával, Vjesznikkel, Oszlobodjényével, és ne soroljam, Delóval, ugye. De hát utána aztán ez valahol mind leépült, és látjuk most, hogy milyen állománya van az újságoknak, szóval jó, sokkal kevesebben vannak, és hát az anyagi források is elapadtak. Elapadtak viszont, ez nem azt jelenti, hogy azért az újságíróknak nem kellene továbbra is nagyon komolyan venni a munkájukat. Viszont mondok még egy példát. Például annak innen legtermészetesebb volt, ugye, hogy a könyvkritikával, színházi kritikával, filmkritikával, képzett kritikával foglalkoztunk ma, nagyon ritkán jelenik meg valami ilyesmi, és nincs az, aki kövesse hivatásszerűen. Viszont mi úgy éreztük, hogyha nekünk ez a hivatásunk, akkor kérem szépen azt, az adott területet nagyon komolyan kell venni, és nagyon komolyan kell követni. Tudtuk, hogy kihez kell fordulni, mindenkivel kapcsolatban voltunk, utazni is lehetett, és nem csak belföldön, hanem külföldön is, ugye. Hát én fiatal újságíróként ugye már külföldöt is jártam, ugye, szóval a Szabadkai Népszínházzal megjártam Romániát, Magyarország átmentük, az nem probléma, de például még Szentpéterváradra is elküldtek, ugye, szóval. Úgyhogy ez lehetett akkor, nem mondjam, a sportolvatot, tehát minden komoly nemzetközi sporteseményt ugye követtek. Világbajnokságokat, olimpiákat és így tovább. Ma ezt mind nem lehet megtenni, és ez az anyagi része a dolognak. Viszont hát nagyon megcsapant ugye az olvasó közönség is, ugye. Tehát úgyhogy itt most megint, hogyha visszatérünk a lapokra, ma magyarországi támogatás nélkül sajnos a lapok nem élhetnek meg. És ha van elég támogatás, akkor pozitív a mérlege a lapnak, ha nincs, akkor viszont eleve negatív. Sajnos ez van most. Az elmúlt 40 évben maga a szerkesztés módja változott-e? Esetleg annak idején más volt az olvasóközönség igénye? Hát jó, mondjuk rá, persze, hogy változik az olvasási igény, változnak az olvasók, ugye, hát jönnek a fiatalabbak, akik nyilván egy kicsit másként néznek a világra, mint már így idősebbek. De a szerkesztésre vonatkozóan azt kell mondanom, hogy én egy szerencsés időben vettem át a kiadót, 1987-ben, akkor már nem volt olyan kemény ez a pártvonal, amely megmondta volna, hogy mit szabad megjelentetni, vagy mit nem szabad. Úgyhogy hála Istennek már egy kicsit a magunk urai lehettünk itt a házon belül, és magunk döntöttük el, hogy mit közlünk, vagy mit nem közlünk, és főleg az esztétikai mérce volt a fontos, és én hát nagyon jó szerkesztőkkel voltam körülvéve, mint fiatal igazgató, hát itt dolgozott egy Ács Károly a költő, Tomán László, Magosi László, és ne soroljam, szóval Szilágyi Károly,
Tehát komoly szerkesztőkkel voltunk körülvéve, és nagyon jó műszaki szerkesztőink voltak, ugye. Itt Tomcsányi László, Kapitány László, Illés és így tovább. Szóval nagyon komoly, komoly kiadó volt, úgyhogy ránk akkor fölnéztek. Fölnéztek elsősorban Magyarországon, de minden évben részt vettünk például még a frankfurti könyvvásáron is, ahol azt magyaráztak, hogy a fórum könyveknek imidzsük van. Tehát fölismerhetőek már küllemről is, ami viszont a műszaknak volt ugye elsősorban az érteme, és a nyomdánknak, mert itt sok mindent ki tudtunk kísérletezni. Én nagyon büszke voltam arra, hogy egy nyomdánk is van, és ha kellett egy borítót, 5-6-szor nyomtattunk ki, addig még nem volt olyan, amilyen szerettük volna, hogy legyen. Ezt ma már nem lehet megcsinálni, sajnos. Tulajdonképpen akkor a 80-as évek végein kezdte élni a Fórumház és a Magyar Szóház a fénykorát? Hát azt hiszem, hogy az az időszak egészen 95-6-ig fénykornak lehet nevezni, akkor viszont jött a leépítés, és hát nagyon tragikus volt ugye akkor, amikor kineveztek vezérigazgatónak 95 és 2000 között, ott voltak a bombázások. Ugye akkor történt az a privatizálás, ugye gyakorlatilag az egykori nagy fórumház akkor esett szét, ugye privatizálták a lapterjesztőket, a könyvterjesztőket, hát 10 könyvesboltunk volt annak idején, ugye a hatalmas 200-valahány kioszkkal rendelkező hálózatunk, tehát lapárusító hálózatunk, külkereskedelmünk volt, a szórakoztató kiadványok szerkesztőség, ezek mind privatizáltak, kivonultak, aztán hát a marketpintet kivéve, mint sajnos tönkre is ment időközben. Úgyhogy akkor maradt a Magyar Szó, az Ifjúság, Jópajtása, Mézes Kalács, valamint a Nyomda. És akkor itt az időszak, hogy bombázás, ami egy rettenetes dolog volt, hát minden reggel azzal jöttem be, hogy az éjjel történt-e valami. Egyrészt ellenzéki lapokat nyomtattunk, amire Belgrád nagyon rossz szemmel nézett. Ugye a Magyar Szó is ellenzéki lap volt, de hát a Magyar Szó mellett nyomtattuk a Nasa Borbát, a Danaszt, a Kikindai újságot, a Krakováci újságot, ezek a Vojjanszkit, a Gradzianszkit, és itt ezek mind ellenzéki lapok voltak, úgyhogy itt nagyon-nagyon rossz szemmel néztek a házra, és akkor vonták meg a támogatást. Éppen azért, mert nem voltunk hajlandók ugye behódolni. És hogy nem mondjam, éjjel zaklatások is voltak, hogy most ezt a lapot nem szabad nyomtatni. Emlékszem arra az esetre, amikor néhány hétig nyomtattuk például a Blitzet, mert Belgrád nem volt hajlandó nyomtatni, és hát ide jöttek, és hát ugye megkértek bennünket, hogy a vajdasági példányszámot, mindegy 30 ezer példányt ugye nyomtassunk itt ki, és bizony éjjel fölhívtak, hogy tessék leállítani a gépet, amire az volt a válaszunk, és itt ezért hálás vagyok Fehér Kálmának, aki akkor nyomdigazgató volt, hogy azt mondtuk, hogy ha írásban adják, hogy a lapot betiltották, vagy pedig a tartomány, mint alapítunk, megtiltja írásban, hogy mi azt nyomtassuk, akkor leállítatjuk a gépet, mert én ugye nem vagyok nyomdász, én magam nem tudtam volna leállítani a gépet. Viszont írásban soha nem adták, és így nyomtattuk. És akkor egy kicsit anyagil is konszolidálódtunk. Szóval ilyenek is voltak. Viszont visszatérve a mobbázás a 99 évre, hát azért rettenetes volt, mert mondom, minden nap azzal jött be az nem, hogy az éjjel történt-e valami, ugye? Éjjel nyomtattuk a lapot, a hajnalba szállították ki, bárhol, bármi történhetett volna, hála jó Istennek, senkinek nem történt baja, de ha ne adj Isten, bárkit is ért volna valami inzultus, akkor az erkölcsi felelősséget egy igazgató nem törölhette le volna magáról. Az idők viharát mégis kiállta a Magyar Szó is, és a Fórum is. Most milyen helyzetben van? Hát az, hogy most milyen helyzetben van, azt az a jelenlegi vezetéstől kell megkérdezni, de én örömmel tapasztalom, hogy az utóbbi 2-3 évben pozitív a mérleg, ugye, és örülök annak, hogy azok a nyomdai beruházások, amelyeket végeztünk ott a 10-es évek elején, azoknak a gyümölcse most jön meg, mert sikerült a nyomdát annyira modernizálni, felújítani, amire egyébként elég sok bírálatot kaptunk annak idején, hogy önfőinek csináljuk meg minden, meg kölcsönöket veszünk föl, de viszont most látszik, hogyha ez nem lett volna, akkor sajnos a Fórum nyomda is úgy járhatott volna, mint nagyon sok nyomda, amely azóta tönkrement. 57-től máig 2500 kiadvány jelent meg. Ezek közül számos példány az ön keze alól, az ön tollából, és természetesen az ön szerkesztéséből. Igen, hát úgy nagyjából olyan 300
könyvnek voltam a szerkesztője, még többnek természetesen felelős szerkesztője, és azt hát a magam is követtem el néhány dolgot, úgyhogy hát három regényem jelent meg időközben, riportkötet, novellás kötetem jelent meg, sok mindent szerkesztettem, úgyhogy hát örültem is, hát többek között a regényemért kaptam ugye a Márai Sándor díjat, akkor egy Prokultúra Hungarika díjat is kaptam, Szenteleki díjban, Szirmai díjban is részesítettek, tehát azt jelenti, hogy úgy észrevették mindazt, amit az igazgatói és a szerkesztő munka mellett ugye cselekedtem az irodalom érdekében. Amelyben viszont azt mondom, és mindig azt szoktam nyilatkozni, hogy nagy érdeme volt Szirmai Károlynak, hiszen én verbászi vagyok, és hát verbászom, ugye én Szirmai Károlyt személyesen ismertem, és eljártam hozzá, és bizony ő volt az, aki utasított, a kéziratemet elolvasta, javítgatta, és így tovább. És most éppen a napokban vettem elő a hídnak az 1966-os április és májusi számát, mert már a híd akkor 18 évesen közölt, és ennek jövőre pontosan 50 éve lesz, amikor együtt indultunk prózaíróként Hornyik Miklóssal, és a költőként Jung Károly, B. Varga László, Utasi Mária, Balog István, Podolszky József, szóval úgyhogy tehát jövőre ezt talán meg is kellene egy kicsit ünnepelni, hogy 50 éve jelen vagyunk írásainkkal is a híd folyiratban. A könyv iránti szeretetet, az irodalom iránti alázatot sikerül a fiatal generációra valakire ezt átvinni? Önnek sikerült-e? Hát azért sikerült kinevelnünk itt is egy fiatal szerkesztői gárdát, és én nagyon örülök annak, hogy most például a híd folyirat mellett fölnő egy egész nemzedék, és azt hiszem, hogy nem sokára már ők fogják kézben tartani a vajdasági magyar irodalmi életet, és ehhez én tényleg sok sikert kívánok nekik. És itt is vannak írók is, képzőművészek is, műfordítók is, mert ez is egy nagyon fontos területe volt mindig a Fórum kiadónak, hogy a műfordításokat jelentessen meg, tehát közvetítsük a jugoszláv irodalmakat, régebben ezt így mondtok, jugoszláv irodalmakat a magyarországi közönség felé. És itt hát sorolhatnánk itt is a címeket, ugye Danilo Kistől, meg Milorad Pavlicstól, meg leföl, ugye ki mindenkit fordítottunk, és sikerült, hát Andrityot is mondhatnám persze. Na, szóval a legnagyobb szerb neveket említhetném, akiknek a művei itt fordításban megjelentek, és hát így kerültek át ugye Magyarországra, és így ismerte meg őket a magyar olvasóközönség is. Úgyhogy külön szerkesztőnk is volt ugye a fordítási irodalomra is. A Fórum Könyvkiadóházból kikerült könyvek nem csak a vajdasági magyarság körében jelennek meg, hanem külföldre is eljutnak, legalább kiállításokra, és onnan pedig tovább az olvasóközönségre is, illetve az olvasóközönséghez is. Hát igen, na, tulajdonképpen a Fórum Könyvkiadó rendszeresen részt vesz két magyarországi könyves rendezvényen, a Nemzetközi Könyvfesztiválon és az Ünnepi Könyvhéten, ahol külön sátrunk van, és így tovább is minden könyvet be tudunk mutatni. De részt vettünk sokszor a frankfurti könyvvásáron, sőt, hát az én egyik regényem, ez a Fűzfasípnek a német fordítása is 1999-ben a frankfurti vásárra jelent meg, amikor is Magyarország volt a díszvendég, és hát itt megszületett ennek a fordítása, és ott kiállítottuk, de ugyanígy mindig ott voltunk Bolognában, a gyerekkönyvfesztiválon, de eljutottunk Kairóba, Moszkvába, Lipcsébe természetesen, a lipcsei vásáron is voltam személyesen, is kétszer is. Úgyhogy tehát a könyveinket azért vittük, persze hát kis nyelv vagyunk, ugye, és így tovább, de attól függetlenül, mint ahogy mondtam, a Fórum könyvnek imidzsa volt, és a szórakoztató kiadványok viszont más nyelveken is megjelentek, tehát azok elkerültek, ugye, szóval még messzebbre is. Azzal, hogy ön nyugdíjba vonult, még természetesen a tevékenységet nem hagyta abba. Aktívan szerkeszt, aktívan közreműködik. Ezen kívül további tervei vannak-e még? Hát tervek mindig vannak, de tehát már most nyugdíjasként azért sikerült. Megszerkeztem néhány olyan könyvet, amit fontosnak tartottam, méghozzá ilyen összegző dolgokat. Például a Szirmai Napoknak, ugye hát már 20 éve elnöke vagyok, és hát rengeteg érdekes dokumentumunk van ugye a Szirmai díjjal kapcsolatban. Ugyanis a Szenteleki Napoknak a történetét is két kötetben
szerkesztettem meg, mert nem csak magam írtam, hanem főleg felhasználtam a kollégáknak az írásait is. Aztán Herceg János művészetéről is egy összefoglaló könyv jelent meg. A Tanya Színházról is sikerült egy összefoglaló művet összehozni, Cérna Ágnesnek a könyvét. Tehát ilyen könyveket szerkesztettem, és hát magam is írogatok, úgyhogy most is. Ja, akkor megszerkesztettem Ezüst Tulipán címmel a vajdasági magyar gyermekköltészetnek az antológiáját, lévén, hogy panaszkodtak a tanárok, hogy nincs miből ugye a gyerekeket fölkészíteni ezekre a szavalóversenyekre. Folyiratoknak dolgozok, és hát most megint jövőre remélhetőleg, hogy megint összehozok egy novellás kötetet. Úgyhogy mindig van terv, aztán szernyelven fog majd megjelenni jövőre a Tiszkicvétnél. A csatorna történetet írtam meg, mert hát nekem regényeimben is foglalkoztam vele, de egy ilyen folytatásos tárcának íródott meg, aztán végül nem került közlésre egy szernyelvi újságban, és most könyvformájában fogja a Tiszkicvét jövőre megjelentetni Kis Józsefnek az életét, meg a munkásságát bemutató kötetet. Tehát van mind dolgozni, és remélem, hogy lesz a jövőben is megbízatás is, ugye. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kérem szépen. Kedves nézőink, ez volt a mai Szubjektív, maradjanak továbbra is velünk.